Így, halló, sziasztok, én Stefan vagyok, és tudnék egy olyan videó, ami van az SJRC F11-es drón fogom nektek bemutatni. Ugye régebbi drónom az az SG900-as volt, ez ahhoz képest eléggé nagy előrelépés, hiszen ez már a középszinthez tartozó drónok egyike. Itt a távirányítója, ami igazából nagyrészt ugyanúgy működik, mint az összes drónnál, a baloldali a fel, illetve a leszállás, illetve fordulás jobbra, illetve balra folyamat. Ezen kívül a jobb oldali pedig az előre, hátra, jobbra, balra mozgásért felelős. Itt a bekapcsoló gomb, ugye, mint látjátok, próbálom mutatni. Itt hazatérés funkció az ugye itt van. Ez azt jelenti, hogy ahol felszállt, tehát jelen esetben itt, oda fog visszatérni a végén a drón. Hogyha megnyomjuk a gombot, van hátul egy fotóindítás, illetve egy speed változtatás, tehát sebesség változtatás. Ha jobbra tekerjük gyorsabb, hogyha balra, akkor lassabban megy. Ezen kívül van még egy kamera mozgatásért felelős gomb is, vagy tekerő. Ha jobbra tekerjük, akkor a kamera lefelé fog nézni, ha pedig balra, akkor felfelé. Ez ugye a gimbalt mozgatja, illetve egy automatikus fel, illetve leszállás gomb. És ezen kívül pedig van még egy GPS gomb, amit hogyha hosszan nyomunk, kikapcsolja a GPS-t, és onnantól csak magunkra számíthatunk az irányításban. A drón pedig így néz ki, eléggé nagy darab ahhoz képest szerintem, mert több mint 500 gram, és itt a kamerája ugye, ami nem éppen egy szuper kamera, de mégiscsak árához képest tökéletesen megteszi. Az aksit ezt el tudjuk távolítani egy gombnyomásra, vagyis két gombnyomásra. Kiemeljük, majd vissza, ez egy 2500 mAh-es akkumulátor. Ez a videó pedig egy Xiaomi Redmi Note 7-es kamerával lett felvéve, vagyis telefonnal. Ugye ezek már egy kis fogaskerék hajtja meg az egész motort, tehát sokkal-sokkal hosszabb az élettartam, illetve kevesebbet is fogyaszt, emiatt képes 28 percet is tölteni akár a levegőbe. De nézzük is meg, hogy hogyan működik. Letesszük, hosszan nyomjuk a gombot, majd a 4 elkezd bevillani sorba, és már működik is. Ezután a távirányítón nyomunk egy gombnyomást, fel, illetve le. Ez volt a kalibrálás, tehát most a távirányító és a drón össze van kalibrálva. Következő pedig az az, hogy ezt jobbra le, a másikat pedig balra le fogjuk lenyomni. Én ezt a felszállás-leszállást még itt meg szeretném nektek mutatni, úgyhogy ide megpróbálom a kamerát felhelyezni. Jó, most a távirányítónál van ugye a telefon, és akkor mutatom is, kettőt egyszer megmozgatom, és már fent is van a levegőben a drón. Sebességet változtatunk jobbra, balra, és innentől már mehet felfele. És mint látjátok, ugye most a GPS miatt lényegében tartja magát a levegőbe, szóval se jobbra, se balra nem igazán mozdul meg. Le is szállok vele. Leszállni teljesen nem tudunk vele, mivel van alul egy optikai érzékelője, ami nem engedi. Ezt a felvirányítónak gombnyomással hosszan kell tartani, és akkor a kezünkbe fog leszállni. És ennyi volt. Viszont én szerintem ebben a videóban csak ennyit szerettem volna elmondani nektek. Ha esetleg tetszik a drón, és szeretnétek belőle vásárolni esetleg egy darabot, akkor ajánlom nektek a gearbest.com oldalt, illetve a banggood.com oldalt, hiszen ott meg tudjátok vásárolni. És hogyha esetleg valamilyen kuponom lesz rá, akkor mindenképpen le fogom nektek linkelni a kupont, illetve a linket, ahol meg tudjátok vásárolni, és így olcsóbban meg tudjátok majd szerezni, mint az eredeti ára. Mindenképpen írjátok nekem a véleményeteket erről a drónról, illetve azt, hogy szerintetek milyen volt most a kamera minősége, hiszen most egy 48 megapixeles kamerával vettem azt az egész videót. Így próbálok egy kis körbetekintést még gyorsan mutatni itt a végén. És
tetszett a videó, akkor mindenképpen dobd rá egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornámra, hiszen ezzel támogatsz engem, és így tudok a csatornámmal is úgymond előrelépést tenni, hiszen minél szebb videókat próbálok nektek készíteni, hiszen fontos a minőség is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, én Stefan voltam, sziasztok!